Áremeléssel kezdődött a 2021-es év. A benzin és a gázolaj átlagára is megnőtt január 1-én. A különböző benzinkutaknál ugyan eltérések vannak, de átlagban 6 banival tankolhatunk drágábban az új évben. Rosszul kezdődött az új év a gépjárművezetők számára, hiszen a jövedéki adó emelkedése miatt már az év első napjától többet kell fizetniük az üzemanyagért a benzinkutaknál. A pénzügyminisztérium által közölt adatok szerint az év első napján hatályba lépő módosítások értelmében az ólommentes benzin jövedéki adója 1827 lej 13 banira emelkedett 1000 literre számolva, a korábbi 1773 lej 46 baniról. A gázolaj esetében pedig a jövedéki adó az eddigi 1625 lej 37 baniról 1674 lej 55 banira nőtt 1000 literre. Ez konkrétan azt jelenti, hogy január 1-től az ólommentes benzin jövedéki adója 1000 literre számolva 54 lejjel, literenként 5,4 banival drágult, a gázolaj jövedéki adója pedig 1000 literre számolva 49 lejjel, tehát literenként 4,9 banival kerül többe. Az olajtársaságok számításai szerint ez felfelé kerekítve azt eredményezi, hogy az új év első napjától az adóemelésének következtében az üzemanyagért 6 banival többet kell fizetnünk a töltőállomásokon. A romániai töltőállomásoknál jelenleg a benzinliteréért 4 lej 68 banitól 5 lej 5 baniig terjedő összeget kérnek, a gázolaj ára pedig 4 lej 80 banitól 5 lej 5 baniig terjed literenként, tekintve, hogy akár 20-25 ban is különbséget is tapasztalhatunk a benzinkutak által megszabott árak között. Romániában egyébként évente mintegy 6 milliárd liter üzemanyagot értékesítenek, 2020 azonban a koronavírus járvány következményei miatt ebben is más volt. Az év első hónapjai után a korlátozások miatt jelentősen visszaesett a vásárlás, és csak a meleg évszakokban kezdett újra növekedni.